Kedves Béla, ez a mai nap a te életedben jeles nap, és szeretnénk ehhez mi is hozzá járulni, és veled együtt, és Rózsikával együtt örülni, meg a családdal együtt. Nem olyan szép ez a 65-ös szám, de valamikor, amikor még együtt rúgtuk a labdát, akkor azt gondoltuk, hogy ilyenkorban már öreg az ember, és most úgy érezzük, hogy szó sincs erről. Minden esetre mi a Pesti Egyházmegye lelkészei, megtiszteltetés, hogy a hivatal dolgozói is itt vannak, de az ő nevükben majd Kata szól. Együtt lehetünk néhányan, hogy gratuláljunk, és Isten áldását kérjük életedre, szolgálatodra. 14 éve szolgálunk együtt, itt a Pesti Egyházmegyében is, és a déli kerületben. Ez 2x7, ezek jó számok. És én azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy ez a 14 év sok-sok munkával, gyülekezetépítéssel, és ami a legfontosabb, viszonylagos nyugalomban és békességben telt. Most nem az egész kerületről beszélek, és nem az egész egyházról, hanem a Pesti Egyházmegyéről, ahol a gyülekezetek püspök urat szeretik, hozzá ragaszkodnak, ezt a ragaszkodásukat és szeretetüket megmutatták akkor is, amikor egy egészen-egészen rövid időre elcsatoltak minket a déli kerülettől. Nem nyugodtunk bele, és magunk módszereivel, és a gyülekezetek egyöntetű akarata alapján sikerült visszakerülnünk. Most, amikor visszanézünk erre a 14 püspöki szolgálatban eltelt évre, de hozzá vehetjük az előzőleg Pesti Egyházmegyében eltöltött lelkészi szolgálati éveket is, azt mondhatjuk, hogy ez a nyugalom és békesség legalábbis, amit mi éreztünk, ez nagyon fontos volt számunkra. Botrányok és olyan események, amelyek az egyház hitelét rontják, közöttünk nem voltak. Köszönjük a szolgálatokat, a barátságot, azt, hogy annak idején püspökké választásod után közvetlenül egy genesi lelkész konferencián egy új vezetési stílust próbáltál megkezdeni és meghirdetni, amely nem tekintélyelvi alapon, hanem testvéri és baráti alapon működik az egyház kerületben, és így a mi egyházmegyénkben is. Ezt mindvégig megőrizted, mi mindvégig úgy éreztük, hogy jó akaratú barátunk vagy, aki ahol tudtál és amikor tudtál, mindig segítettél. Most, amikor ez a szép születésnap van, és mi eljöttünk, hogy gratuláljunk, azt kérjük, hogy folytasd ezt a szolgálatot olyan nyugodtan és olyan bölcsen, ahogy eddig tetted, közöttünk is, és mivel az országos terhek kevesbettek, ami rád nehezedik, és azóta ennek már jeleit is láttuk gyülekezeti szolgálatokban, amikor semmi rendkívüli esemény nem volt, csak éppen az, hogy a püspök ellátogatott egy gyülekezetébe, és ott szeretettel fogadták. Kérünk, hogy szolgálj közöttünk továbbra is, mert mi egyhangú bizalommal választottunk meg annak idején, és ez a bizalmunk ma is
megvan, és nagyon szeretnénk, hogyha az esetleges zavaró körülmények, amelyek voltak, nem vennék el sem a kedvedet, sem a szolgálatra való készségedet, és ebben a munkában áldjon meg az Isten. Azóta, ez alatt a 14 év alatt családodban is történtek jeles változások, gyerekek és unokákra gondolok. Kedves társad, Rózsika, nagy elismerést jelentő díjaira, kiállításaira is, és én azt remélem, hogy békességben és az egyházunkat továbbra is építve tudunk tovább szolgálni. Kisebb lett a déli kerület, de már nem egyszer bebizonyosodott, hogy ez a kisebbé létel, ez nem hátrányunkra van, hanem inkább előnyünkre, hiszen az az 5 egyházmegye, amely a déli kerületnél maradt, ez az 5 egyházmegye egységes, jó hangulatú, konstruktív, amint ezt 2 nappal ezelőtt Kecskeméten is megtapasztaltuk. Isten áldja meg püspök urunkat, kedves feleségét, gyermekeket, menyeket, unokákat, és én az egyházmegye lelkészei nevében szeretnék egy kis ajándékot átadni. Olvasd egészséggel! Testvérek közül is van, aki szólni akar, de talán most hallgassuk meg előbb Katát, és utána lelkész testvéreket. Az Isten útja tökéletes. Ez a Zsoltárok könyvének 18. fejezetében a 31. vers. Ez a mai napnak az igéje. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép ige erre a nagyon szép alkalomra, és mi a háznak a nevében is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük Püspök urat is, és Rózsát is ezen a szép kerek születésnapon. Én nem tudok elmondani 14 évet, csak a felét, hetet, de kislánykorombeli emlékek vannak, de Ágtérről és Püspök úrról. Akkor természetesen még nem tudtam, hogy ebben a közösségben is egyszer dolgozni fogok, de nagyon-nagyon örülök neki, hogy az Úr ide vezérelt engem, és megismerhettem azt a sok-sok értékes embert, akikkel együtt dolgozom. Én azt remélem, hogy az elkövetkezendőkben is tovább fogjuk tudni folytatni ezt a közös munkát Püspök úrral és Rózsával is, mert hát tőle is nagyon sok segítséget kapunk itt a házban. És tényleg a Jóisten értesse nagyon sokáig ezen a szép alkalmon. Évvel ezelőtt
segélyosztó bizottságban, Kelenföldön, autókban, egyébként találkoztam először püspök úrral. Ő teológus volt, én soha gyerek. Ott kezdődött az egyházban, egyházért végett szolgált a püspök úrnak. És ezt most itt, hadd köszönjem meg. Mindazok nevében, akik ott és akkor, és azóta is a szeretett szolgálatnak az áldásait élvezték, élvezették. Püspök úr számára mindig fontos volt a segítő szolgálat, és nem csak gyülekezetekre vonatkozott, hanem egyes emberekre is, diakon összefüggésben is. Ezt köszönöm, és ehhez kérek, ennek folytatásához kérek Istentől további erőt, áldást. Isten éltesen is. Szabad legyen ezt Rózsának átadni. És Isten éltesen téged is, mert holnap György nap, hogy már el ne felejtsük. Más Béla nincs, ugye György van csak. Emlékeit egyben sokkal inkább benne van. Megköszönöm a nevét.
nevében is szeretetet és a és akad bőven, ami püspök úrhoz kapcsolódik. Egyet említek csak, a legelső emlékek egyike, amikor a Teológiai Akadémián még akkor a régi világban, de már az új akadémia falai között a rendszeres teológiai előadások mindig úgy kezdődtek, hogy Erősvár a Istenünk kedves fiú lányok. Ez abban az időben eléggé forradalmi hatott, legalábbis mi így fogtuk föl. Egy burkolt biztatást éreztünk benne, ami segített bennünket nehéz 5 év alatt, amikor nem egyszer voltunk olyan helyzetben, olyan foglalkoztuk a gondolatban, hogy esetleg talán nem itt folytatjuk tovább a tanulmányainkat. Valaki itt tudott így köszönni, és ez a köszöntés nekünk sokat jelentett, és egy zsíris lapot szeretném szavait. Ez igaz, de ez nem volt olyan megszokott a Teológiai Akadémián. Ez volt. Ahol nemrégiben egy csodálatos alkalom volt, amikor a főtisztelendő asszony szolgált közöttünk az ima héten, és püspök úr is eljött. És ott éreztem meg azt, hogy igazi pásztori szolgálat, amikor nem valamilyen iktatás, hogy valami ilyen hivatalos esemény van, hanem igazán az ige szolgálata. És voltak itt humoros dolgok is, hát egy kicsit a tragédia és a humor keveredett össze, azáltal, hogy én ősagányi lelkész voltam, és még 87-ben is valami nyomozók jöttek oda, akkor kezdtem egy zenei fesztivált rendezni, és hát ezek a nyomozók állandóan rám akarták bizonyítani a maguk részéről, hogy mindent tudnak, és hát engem is teszteltek, és kérdezték, hogy hát mit szólok ehhez a reakciós espereshez, ugye a Kalácska Bélához. Hát mondom, hogy tudok-e róla, hogy rosszat mondani, mert ez egy nagyon... Hát mondtam neked, hogy rosszat nem tudok mondani, mert a szobában ültünk, mondom, ott volt neki az asztal. Na jó, de ez az új püspök, azt mondja, ez is egy, ez nem reakciós? Hát mondom neki, hogy nem, ez is nagyon jó ember, mondom, annak azt pedig ott született, és oda mutattam a sarokba. Nem tudom azóta is, hogy rosszat mondtam, hogy tényleg abban a szobában volt a születés, de akkor még háznál születtek, azt hiszem az emberkék. Én is háznál születtem még. Mindenesetre minket ezek az emlékek kötöttek mindjárt össze a püspök úr édesapján keresztül, akitől nagyon sokat tanultam, és nagyon megbecsültük, és sokan hálásak voltak. Mi talán nem tudunk eléggé hűségesek lenni, és talán jobban oda kéne sok mindenre figyelnünk, amikor bizonyos tájékozatlan és eléggé a mai világnak a gondolatait fölvevő fiatalabbak, vagy messze lévő emberek itt az egyházunk politikájába beleszólnak. Mi minden esetre embert szeretünk, mert Isten is erre nevel bennünket, és így állunk ilyen csatlakozó esperes szavához, így állunk hűségesen egymás mellett. És az EMC-nek egyik alkotását szeretném oda adni emlékül, amiben főtisztelendő asszony is rajta van a Rozettának a harmadik részét. Rákos keresztúri lelkész úrunk is szeretne valamit adni. Csupán egy mondat. Következő szolgálatra is várunk benneteket nagy szeretettel, és ez hadd fejezzék ki mindazt, amit gondolok. Hát ott sok templomot, te sok szolgálat. Nagy szeretettel és finom ebéddel. Köszönöm szépen. Bocsássatok meg, hogy még egy szót szólni arról az igéről, amit Kata idézett, az Isten útja tökéletes. Eszembe jutott egy közös emlék, amikor Harmati Béla megnyerte a televízió
Shakespeare versenyét. És mivel akkor mi a Szabadság tér egyik kis utcájában laktunk, és ez a tévé most is ott van még, közvetlenül a győzelem után Rózsika és Béla feljöttek, és hogy mondjam, első kézből hallottuk azt a fantasztikus döntőt, amikor az egész ország azt mondta, hogy előre le van futva a dolog, mert egy katona volt az ellenfél, és a katonának kell nyerni egy pappal szemben, és mégsem tudott a katona nyerni, mert a játékvezető néhai Szakács Miklós színművész nem engedte, hogy ne legyen korrekt a játék, és az ország nyilvánossága előtt Harmati Béla nyerte ezt a kulturális vetélkedőt, és nagyon boldogan jöttek föl utána, és együtt ünnepeltük meg. Amiért ezt elmondom, az csak az, hogy az Isten útjai eléggé különösek, nem a mi gondolataink szerint zajlik mindig, mert Harmati Béla tehetsége mindenki számára először ott bontakozott ki, és ha szabad így mondani, azokban a nehéz években Béla karrierje, most ezt jó értelemben mondom, ott kezdődött. Akkor kapott angliai utazást, utána jött Bosszé, és utána Genf. Minden esetre az Isten útjai ilyenek, hogy egy televíziós vetélkedő is kell ahhoz, hogy valaki azt az adottságot, tehetséget, talentumokat, amit kapott az Istentől, kamatoztathassa. És erre emlékszem most, hiszen mondta János Sámuel is, hogy lehet vidáman is, hát ma örülünk, ma nem szomorkodunk, hanem örömünnep van, és ez egy olyan örömpillanat volt. Shakespeare verseny. Próbáltuk megszerezni a mai napra az eredetit, de csak egy cédula van az archívumban, amire mindez rá van írva, és maga a kazetta már nincs meg. Nem lehet tudni, hogy elvitték-e valahol ül egy hivatalba, akik figyelgették, vagy egyszerűen letörölték, nem lehet tudni, de ott a helyén a cédula. És ugye erre a betérkedőre azért szánta rá magát, mert kisbabát vártunk, és nem tudtunk motorral elutazni Erdélybe, ami a tervünk volt, úgyhogy ezek ilyen érdekes összekapcsolódások. Még egy Shakespeare-nek van a születésnapja, és hát. Igen, hát reméljük, hogy... Isten útjai. Igen. Hát biztos elvitték azt a kazettát, hogy ráfotózzák azt a helyet, és ahol született. Igen, és az anekdotákhoz hozzátartozik, hogy püspök úr érdekel, és sok mindenről kipagadtam. Volt egy nagyon édes történet, hogy bejöttek az oroszok, és akkor azt mondja, hát a Béla ott volt, a Béla fiam, és akkor jött az orosz katona, hogy igrány, hogy játsszál harmonikus. Azóta se, én nem hallottam püspök urat még orgonálni harmonikus, hogy bizonyos, hogy az oroszoknak elégítő volt. Pedig szoktam. Akkor igen. Harmonikus. Megköszönöm azt, hogy püspök úr édesapja kitelepített háborús időkben hogyan állt oda egy család mellé, nem felejti el már is. Tegnap ismét, Isten szerint után ismét elmondta. Tudod, hogy kérem azt a gondolatot. Többen voltak kitelepítve ős a gárdok, de hát majd erről. Ebben a teremben 5 évvel ezelőtt álltunk meg, azt hiszem, hogy sokan a jelenlévők közül itt voltak. Ez most nem egy ilyen kerek évforduló, egy kisebb évforduló, és valószínűleg, hogy ebben a teremben hozzám kapcsolódva az utolsó. És öröm az, hogy szóba került a múlt, és hát ez összetartozik az élettel, hogy az ember egyre idősebb lesz, egyre több szép, vagy kevésbé szép emléke marad. Nagyon sok régi,
akár nógrádi, akár teológiai emlék az, ami jön, hiszen itt emlegethetek olyan dolgokat, amiket az ember úgy néha végigfut az agyán, hogy mi minden volt, de azért, hadd mondjam, hogy az elmúlt 10 évben is volt itt bőven. Szóval ilyen inger gazdag idő volt ez, ahogy szoktuk mondani. Az inger gazdagság az azt jelenti, hogy akár egyik, akár másik oldalról hol simogatások, de inkább pofonok, vagy jó és rossz mozdulatok jöttek. Én nagyon köszönöm mindazoknak, akik itt vannak és eljöttek, hogy mellettem álltatok a nehézségek között. Természetes, hogy mást jelentett mondjuk egy teológiai, vagy egy genesi konferenciai, azért hadd mondjuk, hogy a genesi ifjúsági konferenciákat Szirmai Zoltánnal és másokkal együtt mi kezdtük annak idején, az elsőt is, és ez akkor egy kicsit olyan forradalmi tettnek számított, hogy ifjúsági országos konferenciát hívtunk össze. Valószínű, Gulcsó, ezen lehettél te is, hiszen, vagy már segédlelkész voltál, elég az hozzá, hogy ez 80, de hogy is 78, vagy 77, vagy 76-ban. Vagy 79, vagy 80. Szóval 80-ban nem lehetett még, akkor már nem voltam. 79. Tehát ez előbb lehet. És tudom azt, hogy akkor még ugye máshogy nézett ki Gyenes Diás. És én arra is emlékszem, ami a háború után volt, tehát ahol most van a terem és egyéb, ahol még kint csak a tető volt meg és padok. Tehát arra az időre emlékszem, amikor még Rosszik Mihály fiatal segédlelkész volt, mert az ő adta át a Biblia ismereti verseny, meg van még most is a könyv, ami verseny jutalom volt azon a konferencián, amikor én voltam gyerek. Az is kedves, hogy összeköt bennünket itt Budapesten emlékezés az én szülőfalumra, szeretek Nógrádra, és hiszen János ott helyben azóta is, és több szállal összekötve együtt is, meg külön-külön is fordultunk meg. Örülök annak, hogy többen vannak itt köztünk, akiket taníthattam. Én nagyon szerettem azt a 10 évet, amit a teológián eltölthettem, és azt gondolom, hogy gazdag idő volt a nehézségek ellenére is. Előkerült itt Munták Andor professzor úr személye, aki hát az egyik biztos pont volt a tanári karban, és volt egy olyan együttműködés közöttünk, hogy tanári kari értekezleten megvolt a megfelelő metódus arra, hogy hogyan és mint védjünk ki bizonyos támadásokat, tehát ha elkezdődött egy olyan hang a tanári karon belül, hogy vannak itt olyanok, akik ezt és ezt és ezt csinálják, és ezt nem lehet megengedni a szocializmusban, akkor először ő vagy én is elkezdtük, hogy addig, amíg az illető el nem mondja, hogy ki, mikor, mit mondott, addig nem tárgyalunk róla a jegyzőkönyv vezetés szempontjából. Úgyhogy utána rögtön lement, mert hát nem volt ki, mikor, hol, és így lement a téma. Nehéz idők is adottak. Most szombaton elkezdtem földolgozni a régi 10 éves anyagot, és érdekes módon több olyan dokumentum került a kezembe, amely dokumentum azóta hát még inkább érdekes lett a különböző események miatt. Ez majd lesz alkalom, hogy az ember dokumentálja és elmondja. Most minden esetre köszönöm az Istennek, elsősorban hálás vagyok azért, és a Zsoltár vers szavait tudom csak megismételni, hogy az Isten kegyelme és segítsége volt az, ami megtartott, hogy milyen módon itt előkerült, hogy ebben eszköz lehetett maga a ősagárdi pártitkár, aki jó ajánlást adott, hogy az iskolából nem rúgtak ki, de így köszönöm meg Shakespearenek is, hogy későn segített engem, és amikor ott azon a versenyen megkérdezték, hát mondja, hogy van magánk valami köze Shakespearehez, mondom, hát ha ez segít valamit, az, hogy én is ugyanazon a napon születtem, amelyik napon ő született, és meghalt. Az is igaz, hogy ezt egy kicsit úgy vette az ember, hogy amikor ő 52 évesen meghalt, ugyanazon a napon, április 23-án, akkor én voltam 52 éves, akkor mondtam a családunknak, hogy ez valahogy nehéz, mert most akkor nekem is illenik meghalni. De kérdezték,
Rendben van, de hol vannak a művek? Szóval a drámát én nem írtam, csak szenvedtem sokszor, és ezért adódott ez az ügy. Köszönöm a megemlékezést, köszönöm mindazt, ami elhangzott, és Isten áldjon bennünket. Nem lett volna egyszerű az elmúlt idő, és nem lett volna véghez vihető, ha nem segítettetek volna. Emlékszem, szóba került itt a segélyosztás, hogy ebben a teremben ugye idejöttek többen egyházból és egyház körüli közösségekből, hogy püspök úr, azonnal tenni kell valamit az erdélyekért. És itt húzták a zászlót egyesek, és minden nagy terv megszületett, mondom, rendben van, tessék. És akkor megmondtuk, hogy itt, mikor, hol kell megjelenni. Az itt lévő nagy küldöttségből ketten maradtak, Árpád, emlékszem. Úgyhogy a többi eltűnt, és csak a politikai színezete érdekelt a küldetésnek, és a segítségnyújtásnak, a többi az benne. A jövőben, ami előttünk van, kicsit konszolidáltabb, kicsit nyugodtabb időszak elé nézünk, hogy ez mit jelent. Annak nagyon örülünk, hogy az Országos Egyház anyagi és adminisztratív vezetése megerősíthet abban, hogy itt szilárd alapokon áll mind az anyagi kérdés, mind az adminisztratív kérdés. Úgyhogy itt már nem sok tennivaló van a jövőben. És ha elveszem, bizonyítanja, mi az, ami történt, tehát itt valóban az elmúlt 10 évben annyi minden történt, már csak intézményes vonatkozásban. Kezdve azon, amikor én püspök lettem, a legtöbb esperesnek nem volt telefonja. Fax teljesen ismeretlen volt. És lassan kezdtük fölépíteni azt, ami ma már tett. Akkor jöttek a szolgálati kocsik. Hát itt ugye Trabant és Warburg már egy magasabb esperes. Nagyon köszönöm mindenkinek személyesen is, és együttesen is. Pestnek, Országos Egyháznak, hivatalnak. Természetes, hogy ebben az időben, a 10 év alatt a legtöbb gondot mindig feleségem hordta, mert úgy csapódott le, hogy mondjuk én hamarabb le tudom rázni magamról a támadások, vagy újságcikkek és egyebek tüzét, hát neki nem mutattam meg minden. Az kicsit nehéz lett volna. Minden esetre azért a szöm csak megmaradt, és ez adott gondot az elmúlt időszakban. Ma már hát ezek nem annyira jelentősek, különben is egy olyan helyzetben élünk, amikor más téma került elő, és nem a mi egyházunk van a támadások keresztüzében. Isten áldja a pesti egyházmegye gyülekezeteit, és ugye itt szóba került a tévé és minden. János, látod, milyen jó a tévé barátsága, segítsége, és sok mindent el lehet érni a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül. Én is nagyon hálás vagyok annak, ami történt, anélkül nem lett volna mindaz, ami volt. Ebben a hivatalban a jelenlévő munkatársaknak köszönöm azt, hogy segítettek, és köszönöm azt, hogy az egyházi, kerületi és adminisztrációs munkában mellettem állnak. A házban van a külügyi hivatal, ami nem egyszerűen a déli kerületi, hanem mi is Csabán vannak, és előadást tartják. Isten áldja meg egyházunkat, köszönöm, hogy megtiszteltetek a megjelenéssel, és azt gondolom, hogy egy kocintással szabad köszönteni, már aki tud kocintani, akinek kocsis, egyébként van egyéb ital is. Úgyhogy én azt kérem, hogy
referálja valaki. Ezt érdemes megnézni, hogy fotózz le! Ez életűleg is kényelmes lábbel is. Hát ez szuper ötlet.